Festés lehet terápia, a tudatos festés pedig a legtökéletesebb terápia. Anita azt mondta, hogy általában a belső érzései, indulatai, örömei, bánatai vezetik a kezét. A Kendli Major Művészeti Szabadiskola vezetője nyitotta meg a Macsekné Sipos Anita festményeiből válogatott tárlatot. A Honvéd Kaszinó galériájában Ludwig Klára beszélt a festészet miértjéről, bemutatva az alkotót. Fiatal, energikus, sokoldalú ember. Munka és család mellett gyerekeknek szóló dalokat énekel a Napsugár együttesben, és fest. Ahogy megfogalmazta, az olajfesték ragyogása vonza. Nincs meghatározott témája, izgatja a táj, a csendélet, az utcakép, és fest Buddhát ábrázoló képeket is. Ösztönösen fest, a pillanatnyi érzelmei hatására. Több kiállításunk szerepelt már képeivel. Autodidakta módon keresi útját a festészet világában, más, a környezetében jelenlévő festők, főleg amatőr alkotók képeinek tanulmányozásával. A Kanizsai Hölgy nem először tárja a nagy közönség elé munkáit, több helyszínen is láthatták már festményeit. Gyerekkoromban is nagyon szerettem rajzolni, festeni, aztán úgy alakult, hogy középiskolába műszaki szakra mentem, és akkor kimaradt egy pár évig, de aztán amikor összeházasodtunk a férjemmel, akkor néztem a falakat, és annyira szerettem volna valamit festeni, és arra gondoltam, hogy ezt én is megtehetném. És akkor vettem egy doboz festéket, és neki láttam. Az alkotó legújabb tárlata a Lélek Mozaik címet kapta, ezzel is utalva a festészet és a lélek kapcsolatára. Valójában egy ilyen személyiségfejlődésről is szól az egész, tehát nem csak magukról a festményekről, hanem ugye az alkotás közben is az ember fejlődik, és egyfajta megnyugvást okoz egyébként, ez egy nagyon jó kikapcsolódás a festészet. És hogy valahogy az embernek, hogy áll össze az élete, az egy olyan mozaikszerű dolog, hogy mi miért történik, vannak jobb és rosszabb dolgok, és sokszor el kell gondolkodni, hogy néha még a rossznak is van egyébként értelme. Vannak a virágos festményeim, többnyire ezzel kezdtem, aztán ugye a tájképek, utcarészletek, és 2 évvel ezelőtt, vagy inkább talán most már van 3 is, egy barátság szülte azt, hogy Buddha festményeket kezdtem el festeni, mert egy barát nem szeretett volna egy alkotást, amit senki nem tudott neki elkészíteni, és én mondtam, hogy de én el tudom készíteni, és így belevágtam a dologba. Először persze megijedtem, mert egy ilyen 110x150-es vászorra kérte ezt az alkotást, és ilyen nagy felületre még én sem dolgoztam, de egyébként nagyon megtetszett a dolog. Egy kicsit frusztrált is, mert egyrészt, hogy emberi alakot kell, vagyis hát egy arcot kell megfestenem, az már egy kicsit távol áll tőlem. De mondom, mivel megígértem, itt már nincs vissza, ott is mindenképpen megfestettem a képet, és nagyon tetszett, és amikor már éreztem azt, hogy ez összeáll, akkor úgy gondoltam, hogy ezt nem is fogom abba hagyni, hanem még lesz ennek folytatása, és itt a falakon már látszanak is a művek. Az előző kiállításomnak az volt a címe, hogy Színek zenéje, én mindig a színekből indulok ki, de ugye van, amikor a témák is meghatározzák, attól függ, hogy mit fotózok, vagy találok a neten esetleg egy jó fotót, és akkor kedvem támad megfesteni, de van olyan is, amikor meglátok valamilyen színt, és azt gondolom, hogy ebből valamit kellene csinálni. Annyit tudok olyankor általában, hogy esetleg virágok lesznek rajta, vagy egy tájkép, de mindenképpen meghatározó egy bizonyos szín, és akkor építem fel a festményt. Saját autodidakta módon sajátítod el a technikát?
Nem, mert hát kezdetben egyébként teljesen saját magam kezdtem el, úgy elképzeltem, hogy hogyan kellene egy ilyen olajfestményt megfesteni. Aztán később már arra gondoltam, hogy eljutottam valameddig, de jó lenne tovább képezni magamat, és akkor Pordán Renátához mentem el egy ilyen jobb agyféltekés tanfolyamra, illetve Rösszler Máriánál tanultam most egy évet még olajfestészetet. Aztán a netet is azért böngészem, figyelem a technikákat, hogy ki hogyan dolgozik. Ez egy nagyon cseles dolog, mert a lényeget nem mutatják meg, de ha valaki ráérez, akkor azért egy kicsit tud benne fejlődni akkor is mindenképpen. Anita számára a festészet hobbi, mely újabb és újabb világot nyit meg, s mint mondta, a fejlődésre mindig van lehetőség. Szeretnék benne fejlődni, mert a Kendli Majorba is tervezem, hogy kurzusokra fogok még kijárni, mert én azt gondolom, hogy mindig kell tanulni, mindig lehet tanulni, és tehát ez az egy ilyen tervem van, amit most így jelenleg látok, aztán általában tényleg úgy van, hogy amikor nagyon nagy kedvem van, akkor nekiállok festeni. Ez igazából belülről jön, nagyon nagy szeretettel csinálom, sose gondolkodtam azon, nem is gondoltam, hogy valaha lesz kiállításom, még Lengyák Pista bácsival nem találkoztam, és ő kihozta a falról otthon a lakásból a képeimet, aminek egyébként nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok, hogy önzetlenül így segített, és első kiállításomat is ő rendezte, illetve nagyon sok kiállításomat már ő nyitott meg. Ez is nagyon inspiráló volt számomra, és akkor, amikor felkérnek, akkor tudatosul bennem, hogy akkor jó irányban haladok.